Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit! Én Tamás Csilla vagyok, és itt van velem a stúdióban Kisraj, mond a Matias Korvinusz kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, akit köszöntök szeretettel. Szia, Csilla! Én is köszöntöm a nézőinket, hallgatóinkat. Egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy most ebben az évben te utoljára ülsz ebben a stúdióban. Most már gondolom publikus a hallgatók felé is, hogy mi lesz veled az év következő részében. Az Egyesült Államokból fog bejelentkezni a Magyar Televízióba, a Kossuth Rádióba és több ö, újság is ö, sorozatot terve. Az az elnökválasztási ö, kampányt fogom az Egyesült Államokból a helyszínről értékelni. Hát tényleg csak az egyik szemem sír, mert örülök neki, mert ez mégiscsak egy, egy szép nagy dolog, hogy, hogy az USA-ban töltöd akkor a következő fél évet, és nagyon gratulálunk ehhez. Köszönöm szépen. De most még ebben a stúdióban elemezzünk. Kezdek egy nem túl jó hírrel, aztán utána folytatjuk a, a jobbakkal, és szerintem pár percben, percben intézük is el ezt a témát, mert gyakorlatilag minden héten az Európai Unióval foglalkozunk, mert hogy ők megfoglalkoznak velünk, most megint volt egy egy vita, egy szavazás is a, jogáll a magyar jogállamisággal kapcsolatban. Állandóan ez van mostanában terítéken. Mi a problémája most jelen pillanatban az Európai Uniónak velünk? Ugyanaz, ami az elmúlt években Európa szívében, az Európai Unió szívében van egy nagyon határozott nemzet, egy nagyon határozott politikai közösség, ami folyamatosan egyre erősebb mandátumot kap a magyar választóktól, és ideológiai, politikai, gazdaságpolitikai kérdésekben, de mind nyugodtan visszavezethetjük politikai, ideológiai kérdésekre, egyre inkább más vonalat, más irányvonalat képvisel, mint az Európai Unió központja Brüsszel, akiknek egyébként a mi képviseletünket kellene ellátni, ugyanúgy, mint amik a franciákét, vagy a németekét, vagy a dánokét, de nem ezt teszik, hanem próbálnak felülről iránymutatást adni, de az iránymutatás szerintem még diplomatikus a valóhoz képest, és mi ebben nem megyünk bele, azt gondolom, hogy a kormánynak az a feladat, hogy a saját társadalmát, a saját választóit, a saját országának az érdekeit képviselje, és ez nem tetszik a bizottságnak, nagyon sok állam és kormányfőnek nem tetszik az Európa Tanácsban, az Európa Parlamentben sem, tehát szerintem... Közöttük a magyar ellenzéknek sem, mert ugye ezt a javaslatot ponton át Anna terjesztette be. Nem akarok hazárulózni, semmiképpen ne tegyük ezt, de az, az, egy, az egy nagyon furcsa dolog számomra, hogy, a, hogy a, létezik még ilyen ország egyébként az Európai Parlamentben, hogy kiviszi Brüsszelbe a belpolitikát? Igazából az európai politika is belpolitika, gondoljunk arra nem olyan pár hét múlva, nincs már két hónap, talán választások lesznek másfél hónap múlva, Európa parlamenti választás, természetesen minden országban azért ez egy nagyon komoly belpolitikai kérdés. Ki hány mandátumot fog szerezni, annak a következményeit a belpolitikában kell levonni, hogyha egy pár nem jut be, akkor az abban az országban nem sikeres, vagy hogyha valaki megnyeri ezt a választást, például valószínű Magyarországon mondjuk a kormányzó pártszövetség, akkor az ugyanúgy megkapja azt a stabil mandátumot, és azok a képviselők is, általában politikusok, Magyarországon most több új arc is bekerült ebbe a listába, akik majd képviselhetik a küldő országot, tehát a hazáját az Európai Parlamentben. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki képviselik. Azt gondolom, hogy ezt pedig a választók döntik el mindig, hogy a hogy milyen, milyen mezben sportoló ö, politikusra, vagy szakértőre fognak szavazni. Azt gondolom, hogy nem szerencsés, hogy ennyire megosztott egy országban a, a kormányzó és az ellenzéki politika, de beszédes, hogy ez volt az utolsó plenáris ülés Brüsszelben, az Európa parlamenti választások előtt. Szerintem ennél azért lenne fontosabb feladata az Európai Uniónak is és az Európai Parlamentnek is, mint hogy velünk foglalkozva, főleg egy olyan kérdésben, amit egyébként még az európai jog, még a nemzetközi jog sem szabályoz pontosan, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a jogállamiság, vagy mit is jelent a szuverenitás. Viszont van egy érdekes momentum ezzel kapcsolatban, hogy Ursula von der Leyen-től megkérdezték, hogy Magyarország vajon most is csatlakozna-e az Európai Unióhoz, hogyha most kérné a felvételét, és nagyon diplomatikusan fogalmazott Ursula von der Leyen azt mondta, hogy. Hát természetesen ugyanúgy, ahogy 2004 előtt megvizsgálták, hogy alkalmassá a csatlakozásra Magyarország, ezt most is megtennék. De azt ne felejtsük el, hogy Magyarország egy csodálatos ajándékot adott a világnak Karikó Katalin személyében. Mit szólsz ehhez, hogy ennyire diplomatikus volt, ennyire udvarias volt Magyarországhoz? A tényekkel nehéz eleszegülni, és nem tudomásul venni, ebben egyébként nagyon erős. A brüsszeli politika erős hát folyamatosan az... <laughs> becsukja a szemét és befogja a fülét, hogyha jó hírekről van szó. Nagyon büszkék vagyunk mindannyian Karikó Katalinra, de nem csak ő kapott egyébként Nobel-díjat, hiszen egy nap különbséggel ezt megkapta Klaus Ferenc is ezt a Nobel-díjat. Mindennyiokra büszkék vagyunk. De hát az a elmú... azért egy picit Pfizer nagykövet is, nem? De az, elmú... az elmúlt húsz évben azt gondolom, hogy sokkal gazdagabb lett az Európai Unió és Európa kultúrája is, gazdasága is, és maga a politikai élet, ha más nem sokkal színesebb lett, hiszen megszólalhatnak őszintén úgy patrióta hangok Magyarországon is és Magyarországon kívül is úgy, hogy nem kell betiltani egy rendezvényeket, ahogy ezt mondjuk Brüsszel teszi. És ahogy Budapest nem teszi, mert hogy 2024-es szípek itt volt Budapesten, ez most már talán éves tradíció. Ez a harmadik. Ez a harmadik Igen. már, ami, ami itt van Budapesten. Ugye ez a konzervatív politikai akció konferencia, Pontosabb. az USA-ból indult. Hát nagyon prominens személyiségek jártak itt Budapesten. Donát Trump egy üzenetet küldött, ő még nem jött el, de őt is majd várjuk. Te is ott voltál. Először is milyen élményeid vannak, mit emelnél ki ebből a konferenciából? Mind a három konferencián ott voltam 2022-ben, 23-ban és idén is. Azt gondolom, hogy ez volt talán a legkomolyabb, ez volt a leggrandiózusabb esemény 500 vendéggel, nagyon sok országból, Latin-Amerikától, Ausztráliáig képviselték magukat. Tényleg mondhatjuk, ahogy az Alapjogokért Intézet főigazgatója mondta, Magyarország már nem csak a konzervatív erők, a konzervatív gondolkodó embereknek a a világító tornya, hanem tényleg a motorja. Tehát tényleg Budapestre ide lehet hozni, akár a volt ausztrál miniszterelnöktől kezdve Moravieckit a korábbi egy évvel ezelőtt még lengyel miniszterelnök volt, nagyon sok magyar politikus is beszélt, utaltál Donald Trump üzenetére, azt gondolom, hogy teljesen egyedülálló, hiszen Donald Trump egy nagyon személyes üzenetet küldött Magyarországnak, a magyar embereknek, és azoknak, annak a három ezer embernek is, aki személyesen ö, kiment a szípeket, hogy ott helyszínen kövesse, de hát nagyon sok ember nézte a különböző tévéadásokat is. Többször utalt arra, hogy milyen közös harcot vív a magyar kormányjal együtt egy ö, csatamezőn a liberális, baloldali, marxista, vagy ahogy ő mondta, akár fasiszta ellenséggel is barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort. Azt gondolom, hogy óriási lehetőség, hogyha valóban Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke, hogy Magyarországnak egy ilyen stratégiai szövetségese lesz. Egyébként hogy csak beszédek voltak, vagy voltak különböző mítingek, találkozók? Rengeteg találkozó volt, nagyon sok két oldalú találkozó volt természetesen. Ugye, ha jól tudom, akkor ott voltak két, az Európai Parlamentben két konzervatív erőnek is több tisztviselője, velük. Izraeli minisztertől kezdve tényleg rengeteg, 500 külföldi vendég volt. Folyamatosan voltak két oldalú tárgyalások. Több magyar politikus, magyar miniszter. Ezek a nagy fórumok tökéletesen alkalmasak, ahogy mondjuk akár az ENSZ-ben, New Yorkban vagy Genfben, ahol a multilaterális diplomáciának a székhelyei vannak. Az ember kiutazik egy-egy nagy konferenciára, kongresszusra, és akkor már előtte szó szerint befoglalnak termeket, asztalokat, ahol reggeltől estig olyan politikusokkal, olyan szakértőkkel, olyan kormánytagokkal, vagy olyan gazdasági képviselőkkel tudnak találkozni, akik a bolygónk a föld másik pontján vannak, és sokkal egyszerűbb egy helyszínen, akár latinamerikai, európai, ázsiai, vagy a csendes óceáni régióból bárkivel találkozni. Úgyhogy folyamatosan voltak tárgyalások. Tehát itt diplomáciailag nagyon hatékony tud lenni. Így van, ilyen. nagyon hatékony, rendkívül Konferencia. hatékony. Ö... És költségkímélő, nem kell elutazni most 20 országba, elég Budapestre, egyrészt, Budapest gyönyörű, Magyarország gyönyörű, a vendégszeretetünk is világhírű, plusz nagyon hasznosan el tudja tölteni a szakma idejét is az előadás után. Szerinted ez a, a Fidesz kampányának mennyiben segít? De ezzel nem foglalkozni. Ez egy látványosság meg inkább. Ez, vagy... a, ez, a, ez a kampánytól teljesen függetlenül ugye minden évben megvalósul, nem a kampány miatt volt most, hanem. Persze, csak az most, amiatt mondban, azért van. gondolom nagyobb hangsúly volt. Ugye említett, Igen, hogy a háromból ez volt a leg. Igen, de főleg ez, azért ez egy nemzetközi esemény. Természetesen sok magyar ember hallott erről látod. Azt gondolom, hogy aki kijött és megtisztelte. Az előadókat a jelenlétével, vagy otthon a képernyők előtt nézte, ők tudják, hogy mennyire, milyen égető szükség van arra, hogy a békepárti, családszerető, konzervatív erők együtt gondolkozzanak, összefogjanak és együtt beszéljenek, hiszen látjuk, hogy milyen ellenszélben harcolnak a konzervatív erők nem csak az Egyesült Államokban, de látjuk az Európai Unióban is. Igen, Magyarország egyébként most a kapcsolatépítésben azért nagyon aktív, és Filip Pékington közgazdász, egyébként a Magyar Külügyi Intézetnek egy külső munkatársa is többek között, azt mondja, hogy ennek a konnektivitási stratégiának kezdenek beérni a gyümölcsei. Ezt hogy lehet mérni, hogy, hogy mikor kezd el beérni ez a gyümölcs, Politikailag és diplomáciailag is lehet mérni természetesen, de hát a legegyszerűbb a számok nyelvén a gazdasági eredményekben. Tehát az, hogy Magyarországon 2014-től a minisztérium neve megváltozott, hiszen a külügyminisztérium külgazdasági és külügyminisztérium lett, és a sorrend sem véletlen, hogy egy olyan pragmatikus, gazdasági, külgazdasági kapcsolatokra épülő diplomáciát kell képviselni minden magyar diplomatának, nem csak a misszióvezetőknek, nem csak a nagykövetnek, az állandó képviselőnek, a főkonzulnak, hanem a kollégáinak is, jelesül mondjuk a külgazdasági atesélyi hálózatnak, akik a Magyarországra érkező befektetésekért és az exportfejlesztésért felelnek, amiből mindannyian profitálunk. Te is csilla, én is, a többiek a háttérben a stúdiók, hogy minden magyar érezze, hogyha a gazdaság jobban megy, akkor neki is több lesz a gazdaság, meg csak akkor tud fejlődni, hogyha magasabb az exportunk és több a befektetésünk. Tehát egy teljesen átalakuló diplomáciai szemlélet indult el tíz évvel ezelőtt Magyarországon, és ennek a gyümölcseit remélhetőleg nagyon sok hallgatunk és nézőnk is érzik. Ugye azt mondja ez a Philip Pilkington, hogy a világ blokkosodás irányába halad, és hogy ezért fontos, hogy Magyarország mindkét irányba nyit. Ugye hát az Európai Uniónak azért a tagjai vagyunk már azért jó pár éve, a keleti irányba viszont azért talán most kezdett el nyitni jobban, mert tudom, hogy, hogy azért évekkel ezelőtt ez már akár a személyeddel is megtörtént. Viszont nagyon sokan fanyalognak emiatt, hogy ez a keleti nyitáspolitika, ez nem minden szakembernek tetszik, sem diplomáciai szempontból, sem gazdasági szempontból. Mit tudunk azoknak mondani, vagy mit tudsz mondani azoknak, akik ehhez a táborhoz tartoznak? Hogy tudnád őket meggyőzni arról, hogy már pedig ez egy fontos stratégia? Drága Somló nyugodjon békében énekelt, hogy nem szerethet mindenki, egy régi szép nagyon romantikus LGT, de nem szerethet mindenki, de, 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 a tények azért makas dolgok. Tehát, hogyha a németországi hegemónia több évtized után mondjuk csak harmadik helyre, nem mint gazdasági partner, például a befektető, hiszen Kória és Kína lett a legnagyobb befektető, és ez nem csak az elmúlt években, az elmúlt három-négy évben ez így volt, de a keleti nyitás és a déli nyitás stratégiája 2012-ben fogalmazódott meg, és 2014-től azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben ennek a, a sikere kézzel fogható. A kérdés rossz, amikor felteszik akár újságírók, akár nemzetközi szakértők, hogy kelet vagy nyugat. Rossz a kérdés. Kelet és nyugat. A nyugati kultúra tagjai vagyunk, a nyugati rendszernek a tagjai vagyunk, az Európai Unióban 20 éve vagyunk, a NATO-ban is NATO tagok vagyunk, tehát senki és semmi nem kérdőjelezi meg, hogy milyennek a nyugati szervezeteknek vagyunk a tagjai, kulturálisan, gazdaságilag, politikailag is, de hát nagyon jól tudjuk, hogy ugyanúgy a nyugati nagyhatalmak is nagyon pragmatikus gazdasági kapcsolatot építenek ki, Közép-Ázsiával, Kazasztánnal, Üzbegisztánnal, a háború előtt, de még a háború alatt is, csak nem nekik beszélnek is róla, Oroszországgal, hogyne sokkal erősebb. Nagyon sokszor Erdogán elnökre hivatkoznak, minden nyugati Európai Uniós országnak sokkal nagyobb a két oldalú kereskedelme, vagy befektetési kapcsolataik, mint Magyarországnak úgy, hogy Magyarországnak most már tényleg ö, hihetetlenül magas példa pont a török-magyar kereskedelmi mérlege, és a kereskedelmi kapcsolatoknak a, a szám adatai hihetetlen exponenciálisan folyamatosan nőnek, de ugyanúgy Azerbajdzsánnal is. Tehát, amikor magyar, egy magyar politikus tárgyal mondjuk Közép-Ázsiában vagy a volt Szovjetuniónak valamelyik tagállamában, akkor meg lehet nézni a brüsszeli sajtóhíreket, majd másnap ott ugyanúgy tárgyal Emmanuel Macron, Franciaország elnöke, vagy Scholz akár Kínában, de arról, de arról már nem cikkeznek. Azt gondolom, hogy a konnektivitás nem csak Ázsiára, nem csak keletre érvényes, nagyon fontos Latin Amerikára, nagyon fontos ö, Afrikára, tehát a nem hagyományos piacainkat. Ez nem jelenti azt, hogy egy afrikai ország fontosabb gazdasági partnerünk lesz, mint Metország, mert ezer éve a németekkel ő, üzletelünk, a német birodalommal, mindegy, hogy éppen milyen formában, vagy az osztrák-magyar monarchia alatt. De most is Németország a legfontosabb gazdasági partnerünk, ahogy minden Európai Uniós államnak, szinte, egész, szinte az egész Európai unión a német gazdaság zsinóriá lógott, főleg amikor még jóval erősebb volt, és jóval versenyképesebb. Tehát a kérdés nem ideológiai, sőt, ha akarom, a kérdés nem is politikai. Bizalmi kérdés, mi tiszteljük a keletet, értjük a kelet szavát, és van egy küldetésünk is, azt gondolom, hogy tudjuk közvetíteni ezeket a keleti lehetőségeket és a keleti értékeket a nyugati partnereink felé, bár ők azért félszemmel ezt nagyon jól tudják, sőt, két szemmel, csak ez nem publikus az ő részükről. Hát igen, és olyan, mintha most így abból a ö, tortából szeretnénk mi is kivenni, ugye mert ők megteremtették ezeket a kapcsolatokat van. közvetlenül. Ő, ők ebből gazdagodtak meg. Igen. Többek között. Uh, Meg ez... a gyarmati múltból, igen. Visszatérve Magyarországra, azért közgazdászok is vitatják ezt a konnektivitás politikát, és, és például elég sok olyan dologra hivatkoznak, ami tényleg egy kicsit úgy, úgy a kérdőjelet úgy, úgy felállítja a laikus emberben, hogy, hogy például ugye rengeteg támogatást kapnak azok a cégek, akik most ide jönnek, például keleti cégek, Ez, ezek vissza nem térítendő támogatások, jönnek velük nem kis számban dolgozók, tehát a munkaerőt is importáljuk. Szóval, hogy hol van itt Magyarországnak az érdeke, mert ugye most például az államháztartási hiány is nagyon magas, és egyes közgazdászok azt mondják, hogy pontosan ezeknek a támogatásoknak a következtében. Viszont itt a megtérülést meg nem annyira látja az ember, mert ugye ezek a cégek nem magyar cégek lesznek, tehát a profitot azt ők döntik el, hogy hova viszik, és hát nem valószínű, hogy itt fogják tartani. Szóval, hogy ha így gazdaságilag nézzük, hol van a magyar érdek? Az első és nagyon fontos, hogy erről lehet vitázni, sőt, akár kell is vitázni, a vita előremutató, azt szoktam tanítani a hallgatóimnak, Sepsi Szentgyőrtől győrik, hogy tárgyalj bátran, vitáz egy vita, előremutat, sokkal jobb vitázni, mint háborúzni, sokkal jobb vitázni, mint az Európai Unióban már azt sem engedik, hogy vitázzunk, vagy olyan konferenciát szervezzünk, ahol lehetne vitázni. Azt gondolom, hogy bárkinek, hogyha nem tetszik, nyugodtan mondja el, de hát nézzük meg a tényeket. A keleti cégek semmivel nem kapnak több támogatást, mint bármelyik cég az Egyesült Államokból vagy Németországból. A kormány stratégiai partnereinek több, mint a fele, vagy Német, vagy az Egyesült Államokból érkezett nagyvállalat. Az, hogy keletről egyre több cég érkezik Magyarországra, ráadásul az elmúlt években klasszikusan pont specifikus ágazatból érkezett, ez az akkumulátor gyárak érkeztek Magyarországra, a világ legnagyobb vállalatai. Ennek rendkívül fontos stratégiai jelentősége van, hiszen Magyarországon a legnagyobb termelési szektor a gyáriparban az az autóipar, a második az elektronikaipar, a harmadik a gyógyszeripar. És az autóiparnak mivel úgy alakult a társadalmi igény és egy politikai akarat az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, főleg elsősorban egyébként a bal liberális ideológiának köszönhetően eltolódott nem csak környezetvédelmi, hanem egyéb zöld ideológiai kérdések is a nem hagyományos benzinmotorok ellen inkább az akkumulátor hajtotta autók javára. Viszont hogyha ennek nincsen gyakorlati támogatása, tehát hogyha nem gyártanánk akkumulátort, akkor kimaradnánk egy olyan piaci szegmensből, ami elvágja az utat hogy ez az iparág fejlődhessen a régiónkban és Magyarországon. Tehát Magyarországon itt vannak a legnagyobb német autógyárak, Györben, Kecskeméten, Debrecenben, nem csinálunk most nekik reklámot, de, megér, de megérdemelnék, de mindenki tudja, hogy hol vannak ezek a gyárak, és ők már azért is jönnek Magyarországra, mert a beszállítóik itt vannak. Nagyon fontos, a beszállítóipar ilyenkor azonnal növekszik, és a beszállítóiparban természetesen magyar versenykép KKV-k ká is beszállhatnak, hiszen sokkal többen van, sokkal több kis és középvállalkozás van, száz százalék magyar tulajdonú vállalat Magyarországon, és az egész Európai Unióban is, mint amennyi multinacionális, vagy most már transznacionális nagyvállalatnak hívják. A, ezek a nagyon specifikus gazdasági portfólióval rendelkező nagyvállalatok rendkívül komoly tudást is hozhatnak Magyarországra, ami itt marad? A Nincsen így bárcsánat... tehát nem azért kapnak Biztos. támogatást, mert, mert, ők, mert két politikus megegyezett. Ugyanannyi támogatást kap egy magyar vállalat, hogyha ekkora munkerhely teremtő beruházás, zöldmezős beruházás, megvannak ennek az európai feltételi, hogy ki kaphat, és ezt ellenőrzik is természetesen, tehát ugyanennyit kaphat Szlovákiában, vagy Németországban, vagy Csehországban, Lengyelországban is. Gondoljunk bele, hogy 20 évvel ezelőtt például a nagy autógyárak kerülték Magyarországot, és mind Szlovákiában, ment, most már itt vannak nálunk, és jön ez az iparág, ami a jövőjét meghatározhatja a teljes globális autógyártásnak. Egyébként ezt hogy le kell elképzelni, hogy készül egy ilyen hatékonysági tanulmány, hogy most ugyan mi is gyakorlatilag beruházunk, vagy befektetünk abba, hogy ezek a cégek ide jöjjenek, de mondjuk a az adott adót kalkulálva, ugye ami szintén nem túl magas az irányokba, hogy, hogy körülbelül hány év alatt térül ez meg, vagy, vagy ezt hogy, hogy kell elképzelni, mert most így társadalmilag is... Rendkívül, rendkívül komoly technológia érkezik Magyarországra, de ez nem jelenti azt, hogy nem fognak magyar emberek ezekben a gyárakban. Ezekben a gyárakban több ezer magyar munkavállaló dolgozik az autóipar, még mindig óriási munkaerő felvevő is. Nem csak a tanult mérnökök, mérnök közgazdász jogászokra kell gondolni, hanem akár a betanított segédmunkás is, amelyik, akik összeszerelik mondjuk az alkatrészeket, vagy ott állnak a gyárban a sornál, de gondolatunk arra a takarító cégre, bármilyen szolgáltatóra, nem beszélve arról, hogy belső piacot generál egy ilyen beruházás. A nem ö, magyar munkavállalók is itt költik el a pénzüket, itt mennek közérbe, itt mennek étterembe, itt bérelnek lakást. Tehát ennek sokkal nagyobb a gazdasági jelentősége. Úgy tudnám. Ö, összehasonlítani, hogy amikor mondjuk a Forma 1-re megnézik, hogy hány vendég érkezett, még azt mondjuk, hogy 70 ezer vendég érkezett, na de hány éjszakát töltött, mit evett, mit ivott, miről beszélt, amikor hazament. Tehát ez sokkal többet jelent, mint hogy hány fő érkezik. Nem beszélve a beszállítóiparról az általában az első vonalbeli beszállítókat tartja számon a statisztikai hivatal is, hogy van mondjuk 500 beszállító, de annak a beszállítónak van még 400 a következőnek. Tehát 4, 5., 6. vonalban is lehetnek magyar vállalkozások, akik nem a munkaruhát vitték be első körben, vagy a targoncát szállították le a gyárba, hanem olyan mérnöki szolgáltatásokat nyújtanak, vagy egy olyan részalkatrész szállítanak be, egy kötőelemet, ami lehet, hogy nincs benne a nagy kormányzati statisztikában, hogy nem csak azt mondjuk, van 200 beszállítő, de hát nekik még van ezer. Tehát minden, minden ilyen nagy beruházás hosszú távra szól, és biztos, hogy sokkal szélesebb réteg profitál ebből. Ö, ugye itt a, a, keleti munkaerővel kapcsolatban még az, az a, a, kérdés, ugye sokakban, hogy, hogy ez egy rövidebb távra szól, amíg ne talán, nem tudom, betanulnak a magyarok, vagy, vagy nem tudom, ez hogy működik, mert ugye most például a munkanélküliség is sajnos növekedett Magyarországon. Tehát valahogy, valahogy amit elmond, az teljesen logikus, és az ember tényleg örülne ennek, de a számok meg most jelen pillanatban legalábbis mást mutatnak. A munkanélküliségi adatok szerintem egyedülállóan jók Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aki nagyon szeretne dolgozni, annak szerintem lenne lehetősége dolgozni, de elhiszem, hogy valaki önhibáján kívül még nem talált munkát. Ennek semmi köze ahhoz, hogy vannak olyan speciális szakképzettséget elváró és nélkülözhetetlen olyan szakképzettség, amihez esetleg kell külföldi munkavállaló, de minden külföldi gyárban, bárhol a világon dolgoznak külföldi munkavállalók, ebben semmi speciális nincs. Hm. Hát egy Suzuki gyárban vannak japánok, egy Samsung gyárban vannak kóriaiak, ebben semmi meglepő nincs, a Győri Audi gyárban nagyon sok német is dolgozik, ettől nem szabad megijedni. Tehát akkor ez a, ez a, bevándorlás, mert ugye gyakorlatilag ezt nevezhetjük annak, mert gyakorlatilag van egy, egy, egy ilyen... A bevándorlás úgy... szerintem negatív tartalmat is adhat a nézőinknek, hallgatóinknak. Akkor vendégmunkások, akkor így, így Igen, fogalmazok. szakemberek, vendégmunkások, mindegy. De hát mindegy. hogyha egy magyar nagyvállalat beruházna mondjuk a Balkánon, biztos lenne ott magyar munkavállalója. Teljesen természetes. Oké, okay. én nem vitatkozom veled, mert a, nagy a, nemzetközi ne... a, a, a nem, nem. Persze, én sem vitatkozom vele, sose tenném. Veled nem is tudnék. Egy nagy nemzetközi nagyvállalatnál azért hívjuk nemzetközinek, nem csak azért, mert kínai tulajdonú, és mondjuk Magyarországon ö, lesz a beruházása, hanem nemzetközi akár a munkavállalói ö, létszáma is. Bízunk benne, hogy akkor ezek a beruházások tényleg egy fellendülést hoznak Magyarországon. Nem csak fellendülés, Csilla, ez bizalmi kérdés. Tehát egy, egy kínai vállalat az, hogy ide jön Magyarországra, azért jön Magyarországra, mert már több vállalat itt van, és ez bizalmi. Azt gondolja az a kínai vállalat, hogy egy stabil politikai környezet van. Képzett munkaerő van, együtt tud működni esetleg az egyetemekkel, mint nagyon sok német-amerikai nagyvállalatnak is szerződése van az egyetemeinkkel. Ösztöndi programjaik vannak akár a hallgatókkal. Tehát ez sokkal több, mint gazdasági kérdés. Bizalmi kérdés, amiből utána politikai tőkét lehet kovácsolni, a nemzetközi kapcsolatban a jó gazdaság fog megágyazni az igazán jó politikai kapcsolatnak. Ez nem sikerült most Izraelnek a Hamas terror támadása óta, hiszen előtte például Szaudarábiával, vagy még korábban Bakrejnel az Egyesült Arab Emiségekkel gazdasági alapon kezdte el a történelmi politikai béke felé a tárgyalásokat, mert hogyha jól élünk, ha jó gazdaságot tudunk felmutatni a társadalmunknak, akkor kevésbé fogjuk egymást utálni. Igen, ez valószínűleg a politikai kapcsolatoknak is. Így adomány. van, hogy jót tesz. Egy igazi... Magyarországnak sokkal több előnye volt a koronavírus alatt, például a keleti vakcináknak, vagy a, a Kínában ő gyártott maszkokkal, bármilyen termékeknek az egész világsorban állt, de Magyarország előre került pont azért, mert a két ország között, a két politikai vezetés között van egy bizalmi kapcsolat. Nem minden az ányágin múlik, ahogy Puskin írta, de, de, szok, de, nagyon fontos, hogyha van itt egy sikeres nagy vállalkozás, utána bevonsz többet. De ugyanúgy a németnél, amerikainál így van. Tehát a, az autógyárak ilyenkor ugyanúgy kommunikálnak mi sokszor még a konkurenciájával, vagy a partnerével, aki ugyanabból az országból jött, nem csak a kormány. És ha megvan a bizalom, ha jól érzik itt magukat, akkor ebből később tudunk profitálni. Igen, és talán még a világ biztonsága is múlik ezen, nem? Mert most a közel Hogy ott, ott Kína csillapítja így a van. feleket mert hogy neki gazdasági érdekei vannak. Nagyon ott, komoly nem gazdasági érdekei. Nem érdekel, vannak, hogy ez találodjon a, a elkeleti helyzet. Nagyon köszönöm, hogy ismét elemezni tudtuk a gazdaságot, politikát, és hát sajnálom, hogy a következő hetekben, hónapokban ezt nem tehetjük meg, de még egyszer nagyon sok Jövök haza és Gratulálok. Itt folytatjuk a következő fél évethez. Nagyon köszönjük, hogy itt szépen. voltál, és hónapról hónapra, is. hát gyakorlatilag évről évre, most nem is tudom, mióta elemeztük. Több mint Együtt. 60 adásunk van, igen, már két éve járok itt. K kettő éve jársz ide, Igen. elképesztő. És hát bízunk benne, hogy akkor Trump úr, ha győz, akkor te nyugodt szívvel hazajössz, és akkor ismét folytatjuk. Így Nagyon legyen. köszönöm, hogy ma is így itt voltál. Köszönöm szépen.